Tágiak. Látjátok, itt a gyímesekben még a lovak is élvezik a havat. De szép, lát. Micsoda? Kezi csokolom, hogy a teheneket megnézhetem, hogy fejik-e. Ha megnézheti még. És tetszik majd ön is fejni? Hát aztán most már, ha megkatik, akkor fognak fájni. Értem, de ön is fogja fejni? Hát én is. Vagy a fiatalok fejik? Hát a fiatalok fájtik. Mikor nincsenek itt, akkor én kell megfáják. Ja, de most itthon vannak. Most itthon vannak. Igen. Most itthon vannak, jó. A kisfilmünk elkészítését támogatta az Erdélyi Túrák magazin, amit most kedvezménnyel megrendelhetsz a honlapunkon keresztül. Jó reggelt, Gyuri bátyám. Mi jót csinál itt a lóval? Hát, kivezettem egy kicsit, megjáratom. De meg szokta járatni meg őket? Szoktam járatni, mert télen ugye sokat vannak benn. Ez a lovaknak, a lábuknak nem nagyon jó. Értem. Úgyhogy értem. Minden nap, minden második nap egy kicsit kiengedjük, megjárassuk. Uh-huh. Vagy meg járnak egyedül. Vagy kiengedem, és egyedül mennek, mikor úgy van. De hazajönnek. Hazajönnek, persze. Itt a hazajönnek. Hegybe felmennek, egy kicsit járkálnak. Ja, itt járkálnak. Látom, itt végig van kerítés. Is van kerítés. Teheneket is ki szokta engedni? A teheneket azok csak benn az udvaron. Csak bent az udvaron. Igen, mert nekik nincs patkójuk, ők csúsznak, úgyhogy őket nem lehet. Szoktam nézni én is sokszor úgy, hogy milyen helyekre fölviszik a lovakat, bizony, hát az bizony. Elképesztő. Tehát. És akkor a patkó miatt ugye... Ha igen, a patkó miatt nem ott lát, lehet látni itt a igen, nyomokba is, igen. Hogy van az a négy bemélyedés. Az... Esetleg meg is lehet nézni a patkót. Aha, na nézzük meg! Ó, hogy felemelni, milyen ügyes. Ilyen patkó van rajta. Értem. És az fog, ugye? És akkor az vannak fogja. Vannak ott azok a csomók rajta, olyan szegek. Aha. Értem. Ez téli patkó. Aha. Na, ezt se tudtam, hogy van téli patkó is. Olyan a patkó, mint én szoktam hótalpat is fölvenni, ja. Azon is ilyen karmok ja. Vannak, és akkor nem csúszok tulajdonképpen. Ez téli és, patkó. És nézem, én is ugye tegnap érkeztem a tímesekbe, azt hittem... Tél van, már december közepén járunk, aztán, hogy lesz nagy hó, de hát nem sok. Régebben is így volt? Hát régebben, egy jó pár évvel ezelőtt még itt hideg, meg nagy hó, ilyen 39-ig is elment a hideg, a mínusz. Mínusz 39? Igen. Haszta neki, az szép, az szép. De mostanában, nem tudjuk, éghajlott, klímaváltozás, mi van? Uh-huh. Nem nagyon akar lenni tél. Nem nagyon kicsit havaz most megint, ugye, hogy lássa, meg is van olvadva. Ja. Reméljük, hogy karácsonyra vagy új évre. Szilveszterre fog havazni, mert úgy lenne szép. Bízunk benne. És ilyenkor el szokta engedni szellőt? Szia szellőt. El szokom engedni. Kicsit nem, nem érzi a... kicsit járkáljon. Az én szagom nem tetszik neki. Valószínű. Jó a szaglása a lónak is, gondolom. Nagyon jó. Elengedi, hogy akkor? Én elengedem. Na, nézzük, hogy hogy szalad a szellő. Élvezi ilyenkor, gondolom, rettentően, hogy ki van engedve. Hát igen, nagyon szeret kint lenni. Nagyon szeret kint lenni. Hát csak ilyenkor füvet nem talál semmit. Nem talál füvet, meg ha hideg van, akkor egy kicsit hagyom, hogy szaladgáljon, járkáljon, és aztán visszakötöm az istállamat. Ja, mert megizzadt. Ne fogazzom meg. Nézzünk még, fürdik is szellő. Igen. Azt a neki.
így élvezi a havat. Azt a... Na hát, kedves magyarországiak, látjátok, itt a gyímesekben még a lovak is élvezik a havat. De szép látvány. Utána meg rohan egy nagyot, azt a neki. Hát ez nagyon jó. Gyere vissza, szellő, gyere vissza. Gyere vissza. Ez nagyon jó élmény volt, gyere. Nekem megmondom. Nem hogy láttam az? Lovat így messze, elnézést így. De láttam már lovat így fürdeni, csak nem hóba, hanem jó. Fűbe. Igen. De szamarakat azt láttam már így, de lovat nem. Tehát ez, hát lehet látni, hogy élvezi így a szabadságot. Szóval ez. És csak egy állatra lehet azt mondani. Na mindegy, nekem attól függetlenül azért gyönyörű a táj, ez a hegyes, völgyes ugye, hegyek, azért van egy kis hó is, hát van vakontúrás is. Az is van. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm a vendéglátásukat, aztán majd találkozunk nagyon még a jövőbe. Jöjjenek még. Okay. Minden jót kívánok. Köszönöm.
kisfilmünk elkészítését támogatta az Erdélyi Túrák magazin, amit most kedvezménnyel megrendelhetsz a honlapunkon keresztül.